A Nyíregyháza pécsi vendégjátéka zárta az őszi szezont a másodosztályban. A koronavírus járvány által sújtott Szvari az előző négy meccsen mindössze egy pontot szerzett, ezért nem volt mindegy, hogy milyen eredmény után mennek a téli szünetre a játékosok. A mérkőzésen a második helyre hajtó hazaiak voltak fölényben, de nem sikerült feltörniük a nyíregyháziak védelmét, így gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó. Ez egy nagyon harcos mérkőzés volt, nagyon nagy dicséret jár a fiúknak, mert egy olyan Pécs otthonából hoztunk el pontot, aki talán a fél év megelepetés csapata, hiszen újoncként berobbant, most a második helyen végzett, és nagyon jó futball csinál. Gyorsak, agresszívak, letámadnak, támadó játékokban kreativitás is van, meg tudatosság is van, úgyhogy nagyon nehéz ellenfél volt. Dicséret illeti a játékosaimat kivétel nélkül, mert felvették a ritmust. Helyenként azért a vírusból kijövők befáradtak, és volt, aki cserét kért végül is, de óriási tettnek tartom ezt a pontot, meg azt, hogy nem kaptunk gólt. A forduló további eredményei a következők: Siófok Budaörs 2-1, Szolnok Szombathely 2-0, Gyirmót Szent Lőrinc 1-2, Kaposvár Győr 2-1, Soroksár Dorog 2-0, DVSC Deac 4-1, Szeged Csákvár 0-0, Kazincz Balcika Ajka 1-0 és Vasas Békés Csaba 2-3. A tabella élén a 48 pontos DVSC áll megelőzve a 40 pontos Pécset. A 29 pontos Nyíregyháza Spartakusz a 11. helyen várja a folytatást. A vezetőedző szerint az elmúlt hetek komoly kihívás elé állították a csapatokat. Övön alul ütés volt ez a vírus. Rajtunk kívül is, akik átestek így, hogy mi ugye 3 héten keresztül nélkülöztük 7 játékosunkat, ez képtelenség. Legalábbis nálunk, ahol 14-15 játékos felnőtt játékos volt a keretbe, NB2 szintű játékos, képtelenség volt pótolni. Megtettünk mindent, és szervezettek voltunk a Vasas ellen. A két hazai meccsen ott az nem sikerült annyira jól, ott a támadójátékunk kattogott, de ez egész ősszel végig kísért minket, hogy a támadójátékunk az bizony gyengécske lábakon áll még. Gálhidi György azért talált pozitívumokat is az őszi szezonban. Több is van ilyen. Kaposváron győzni 1-0, Gyirmoton győzni 1-0, itthon ezt a Pécset 2-0 magabiztosan megverni. Voltak olyan mérkőzések, amelyikre talán méltán lehetünk büszkék, és hát ilyet kellene többet, vagy kellett volna többet, mert azért van árnyoldala se ennek a fél évnek, hiszen 2-0-es vezetésről a Budaörs ellen sikerült 3-2-re kikapnunk, nem is értem még ma sem, hogy miért. Utolsó percbe kaptunk Győrbe ki. Utolsó percben kaptunk, még volt ilyen mérkőzésünk, most hirtelen nem is ugrik be, ahol az utolsó percekben veszítettük el a Deac ellen, például a 85. perc környékén kaptuk az 1-0-as vereségnél a gólt. Tehát van mit tenni, nem fogunk unatkozni, meg a fiúk nem fognak unatkozni a téli felkészülés alatt. Nem mertünk nagyobb, intenzívebb munkát csinálni, tehát itt is van még tartalék, most sokkal keményebben fogunk dolgozni. Reméljük, hogy kapunk 2-3 NB2-ben is kiemelkedő szintű játékost, és akkor tovább építkedjük ezt a már-már alakuló, de még eléggé közepes szintű csapatot. A játékosok 2 hét szabadságot kaptak, de a második héten már egyéni edzésprogram szerint mozognak a futballisták. A csapat január 3-án találkozik, és a kötelező vírusteszt eredményének tükrében kezdődnek majd el a kis csoportos edzések.